Szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött erre a rendezvényünkre. Nem tudom, hogy hányadik alkalommal van. Tudja valaki? Negyedik, azaz. Köszönjük szépen. Lesz egy ingyen kávé, Dádi. Egy kicsit lámpalázas vagyok, azért nézzétek el nekem. Puskázni kell. Szeretném a programot egy kicsit ismertetni a csapattal. Nagy szeretettel köszöntünk minden kedves jelenlevőt rendezvényünkön. Külön köszöntöm Súr község polgármesterét, Sógorka Miklóst. Kérem, hogy mondja el beszédét. Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Különösen a Magyar Keresztény Motorosok közösségét, aki ennek a rendezvénynek az egyik szervezője, és a helyi egyházközséget, akik most már negyedik alkalommal, mint elhangzott, tartják ezt a rendezvényt, és egy újabb üres-színfolt településünk program kínálatában. Szoktam mondani, hogy a rendezvény nagy sikere, hogyha olyan programot találunk, ami nagy érdeklődést vonz, és a motorozás az egy ilyen közös kapcsolódási pont a résztvevők között. Ez sok embert idehoz és megmozgat. Ez az idő megfelelő arra, hogy együtt beszélgessenek, megcsodálják egymás járműveit, akit pedig nem a motorok érdekelnek, ők baráti beszélgetésben kapcsolatokat ápolhatnak. A szervezők pedig azért szoktak tartani rendezvényeket, hogy valami üzenetet elmondjanak, átadjanak, és hogyha motorral idejöttek, én is arra bátorítok mindenkit, hogy a délutáni órákban is maradjanak itt, és hallgassák meg azt az üzenetet, amely ma önöknek, nektek, motorosoknak és mindenkinek, aki eljött, nektek szólt. Tehát a program további részén itt a családi programokban és az evangelizációs alkalmon is vegyetek részt. Köszönöm, hogy itt van ez a rendezvény, az idő is megfelelő, kegyes hozzánk, nem úgy, mint tavaly volt. Használjuk ki és kellemes, tartalmas időtöltést, a felvonulásra pedig széles utat kívánok mindenkinek. Köszönöm. Köszönjük. Továbbá szeretném ismertetni a mai programot. 11 órától motoros felvonulás. Amíg mi motorozunk, addig gyerekfoglalkozások lesznek. Ott a, hát nem mondom, hogy patak, kiszáradt patak túloldalán. Köszönjük Kulisek Irénkének és segítőjének a közreműködést. Ezek a programok délután 16 óráig, 4 óráig fognak tartani. Arra kérünk a szülőket, hogy néha nézzenek rá a gyerkőcökre, hogy könnyebben menjen a szervezőknek ott a rendezés. Külön köszöntöm én is a keresztény motorosokat. Szeretnélek kérni, Kornél, hogy gyere, mutatkozz be, hogy mit csináltok, és mutasd be a csapatodat. És nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit, aki itt jelen van. Külön megtisztelő számunkra az, hogy ilyen sok motoros között mi Magyar Keresztény Motorosok közössége is jelen lehetünk, és köszönjük a falu részéről is, a település részéről a köszöntést. A motoros közösségünkről néhány gondolat. 16-17 éve alakultunk,
12 személy alapította ezt a motoros közösséget. Úgy indultunk el, hogy találkoztunk, mert az ország több részéről vagyunk, és voltunk alapítók, és mindig meglátogattuk egymást, és elkezdtünk így összemotorozgatni, illetve azt a hétvégéket kellemesen eltölteni, és mi is úgy döntöttünk, hogy kimegyünk az internet világába, lett egy weboldalunk, és azonnal ránk találtak sokan, akik keresztények voltak és motorosok, és így egyre jobban bővült az ismerettségünk, és kicsit át is alakult a közösségünknek a tevékenysége, mert már nem csak önmagunkért, a motorozás, illetve a találkozás élményéért motoroztunk, hanem elkezdtek bennünket meghívni keresztény gyülekezetek, közösségek, és ilyen hasonló rendezvényekre, ami itt is van. És aztán elkészült a pavilonsátrunk, mert nem csak keresztények hívtak el bennünket, mi hívtak meg bennünket, hanem különböző motoros találkozókra és fesztiválokra is meghívtak a szervezők, és egy olyan szolgáltatással mentünk oda, aminek az az elnevezése, hogy beszélgető zóna. A fesztiválokon, rendezvényeken az nyitástól a zárásig ott szoktunk lenni. Ki van rakva ez a beszélgető zóna felirat, és ez azt jelenti, hogy oda lehet jönni hozzánk bármiről beszélgetni. Van, aki a szomorúságát osztotta meg, van, aki az örömét, van, aki egy kis bátorításra tartott igényt, van, aki elfogadta a motoros bibliát, ami itt van a kezembe, és aki szeretne ilyet a saját maga belső zsebébe, vagy esetleg a kofferjába berakni a motorján, az jöjjön oda a motoros a sátrunkhoz, a pavilonunkhoz, és ingyen elvihető. Tehát így kiszélesedett, zárójelbe zárva, tehát kiszélesedett a tevékenységünk, és most már azt kell, hogy mondjam, hogy 8. éve elég sok fesztiválra, motoros találkozóra megyünk el, és ott próbálunk a motorosok között hát bátorítást adni, meghallgatást adni, az Isten igéjét is elmondjuk, ha valaki nyitott rá, és megpróbálunk rámutatni egy másik útirányra, mármint a lelkünk tekintetében, mint ami általában megszokott a motorosok között. Tehát, hogy van egy olyan út is, amiben, ha Isten jelen van az életünkben, akkor nagyon biztonságban van a lelkünk, és egy öröm számunkra, hogy itt lehetünk közöttetek, Isten áldjon benneteket. És van két barátom, testvérem, akik nagyon röviden elmondanák azt, hogy ők miért jó az nekik, hogy hisznek Istenben és keresztények, és miért jó az nekik, hogy motoroznak. Úgyhogy gyertek, és mondjátok el. Sziasztok, én is szeretettel köszöntök mindenkit. Szabadkai Zsoltnak hívnak, Biatorbágyról jöttem. Én röviden, amikor erről kell beszélni, azt tudom mondani, hogy az életemet bűnben éltem, nagyon sok bajt csináltam magam körül, aztán amikor megismertem Jézus Krisztust a keresztény motorosokon keresztül is, akkor onnantól kezdve boldog lett az életem. Tehát így körülbelül röviden ennyi. Hogy egy kicsit bővebben is kifejtsem, én kerestem a boldogságomat nagyon sok mindenben. Éjszakában, kábítószerben, alkoholban, nőkben, mindenféle dologban. És nagyon sok bajt meg rumlit csináltam magam körül. És egy olyan 10-15 évig küzdöttem azon, hogy majd én a saját erőmből hogy leszek boldog, és hát nem igazán sikerült. Aztán több irányból így kóstolgatott a Jóisten, és hát végül is beadtam a derekamat, és elkezdtem őt megismerni, elkezdtem kíváncsi lenni arra, hogy miről beszél Jézus Krisztus. És azt vettem észre, hogyha próbálom azt csinálni, amit ő sugal, vagy amit ő mond, akkor itt belül itt azt érzem, hogy boldog vagyok. És azóta próbálok ezen az úton haladni, és hát csodákat tesz a Jóisten az életembe. Nagyobbakat is, kisebbeket is, ha nagyobbak, hogy adott szép családot, három gyermeket, akikkel nagyon boldog az élet, sokszor nehéz is, de nagyon nagy öröm, amikor az embernek a nyakába ugranak. Illetve apró csodákat is. Egy ilyen apró csodát, ha megengeditek, elmesélek.
Mostanában biztos ti is észreveszitek, hogy ritkán esik télen a hó. Nagyon, nagyon nehéz elkapni azt a pillanatot, amikor lehet szánkózni menni. És valamelyik télen volt egy ilyen egy nap havazás, és a három gyerek rágta a fülemet, hogy menjünk szánkózzunk. De nem volt otthon szánkunk. És akkor én a hős apa, hát akkor én elmegyek, aztán veszek egy szánkót. Hát ezen nem múlhat az öröm. És azt képzeljétek el, hogy elmentem mindenféle ilyen Decathlon, meg Tesco, meg mindenféle helyekre, és le van fényképezve, itt meg tudom mutatni a telefonomba. Tök üres volt minden ilyen téli sportos polc, de úgy képzeld el, hogy mindent lehetett kapni, ezek a szánkok, meg az ilyen sís dolgok, tök üres volt minden. És már mentem a harmadik, negyedik ilyen bevásárlóközpontba, nem hiszem el, hogy nem lehet egy szánkót venni, én nem megyek haza szánkó nélkül, és előttem volt a három gyerek, ahogy ott csúszni akarnak, és képzeljétek el, hogy elmentem a, nem tudom, a Tesco-ba, és végigjártam, ott is minden tök üres volt, és akkor ilyen lógó orral megyek ki a pénztár felé, és valahol ott a mosóporok, meg a WC papírok között, ott az alsó polcon egy szuper fém szánkó oda volt, nem tudom, hogy került oda. Szerintem valaki megvette, azt félúton lerakta, de tényleg így a mosóporok között, és így ránéztem, drága Istenem, hát köszönöm szépen, ez a tél ajándéka. És akkor így nagy vagányon megvettem a szánkót, és akkor így mentem haza. Szóval, hogy a Jóisten ilyen csodákkal vezeti az életemet, az életünket, és én arra bátorítanálak benneteket is, hogy figyeljétek ezeket a csodákat, mert a Jóisten mindegyikünknek az életében jelen van, mindegyikünknek az életével 100%-ig tisztában van, és én azt hiszem, és vallom, hogy mindegyikünknek a legjobbat, az igazi, hosszantartó boldogságot akarja. Hogyha nyitott szívvel figyeltek rá, akkor szólongatni fog, és érdemes rá odafigyelni. Én a motorozásomat is így élem meg, ezzel a közösséggel, meg amúgy is, amikor elindulok a motorral, mindig hálát adok a Jóistennek, hogy egyáltalán van motorom, hogy egyáltalán tudom tankolni. Mindig kérem, hogy óvjon meg a bajtól, és mindig hálát adok, amikor élvezhetem a motorozást, mert a Jóisten tényleg annyira szeret bennünket, hogy még ezt is megengedi, hogy motorozzunk. Úgyhogy én így kívánok nektek csodás, szép napot, figyeljetek az életetekbe az apró csodákat, mert a Jóisten jelen van. Köszönöm szépen! Köszönjük! Köszönjük! Szeretettel köszöntelek én is benneteket, a nevem Szikszai Gyula, Jéhu, a Magyar Keresztény Motoros Közösség tagja vagyok most már több mint 10 éve. Feleségemmel együtt 7 gyermeket neveltünk, nevelünk folyamatosan, de nem volt mindig ez az életünkben. Nem hívő családban nőttem fel. És azt gondoltam, és egy olyan hitem volt, hogy amit én meg akarok csinálni, azt megcsinálom, amit el akarok érni, azt elérem, kemény munkával az ember bármit elérhet, míg nem történt egy olyan eset, ami ezt az egészet fölborította. Tehát én 9 éves korom óta 13 éves korom óta motorozom, viszont 36 évet várt az Isten, mire őt megismerhettem és átadtam neki az életemet. Az üzenet, amit hozok, az, hogy az Istennek az ígéretei, azok mind igazak. Tehát ha elkezdjük olvasgatni a Bibliát, és ezt ígéri, azt ígéri, betölti minden szükséget, és ilyesmit, ezek mind igazak. Amikor a mai világban élünk, akkor nagyon nehéz az értékeket a helyén kezelni. Mi az, ami érték, mi az, ami nem. A mai világ azt sugallja, hogy dobd el, ami már használt, ne
cserélj le, vegyél újat, és ezt átnyomja nem csak a használati tárgyakra, átnyomja a kapcsolatokra, átnyomja mindenre. Nagyon örülök annak, hogy rengeteg öreg motort látok, mert az azt jelenti, hogy az értékeket megőrizzük és megbecsüljük. És ez a mai világ, amit sugall, ez gyakorlatilag űzött vaddá teszi az embereket. Folyamatosan szerezni, menjél bele, cserélj le, vegyél újat, még ezt, még azt, szerezd meg. És ami a keresztény emberekben a legcsodálatosabb, az a békesség. Hogy az Istennel való járás, az együtt jár egy békességgel. Egyszerűen azért, mert elhiszem, hogy az Isten ígéretei mind igazak. Mindig azokat a szükségeket tölti be, amire valóban szükségem van. Nem a vágyaimat elégíti ki, hanem a szükségeimet betöltem. Hogy egy motoros példát is mondjak, pont itt voltunk Súron, és este késő mentem haza, és hát így a bakony vértes egyebek, én nagyon szeretek gyorsan menni. És hát bőven 100 fölötti tempóval szaladgáltam itt az éjszakába, és egyszer jött egy sugallat, hogy lassíts. És visszavettem egészen 70-75-ig a tempót, nem tudtam megmagyarázni, hogy miért, mert senki nem volt az úton. És volt egy jobbos, majdnem teljesen visszafordító kanyar, és egy döglött állatnak a teteme volt teljesen végig a kanyar közepén. Tehát ezzel a 75-80-nal én tudtam egy másik ívet változtatni, ott azon a kis 10 centis részen át tudtam menni, ahol amennyi hely volt, de hogyha én ott megint ilyen bőven 100 fölött jövök, nem biztos, hogy az sikerül. Tehát az Isten így is szól hozzánk, így is terelget bennünket, ha ráfigyelünk. Úgyhogy én is ezt tudom tanácsolni a számotokra. Vannak nálunk egyszerű fordítású új szövetségek, motoros bibliák. Nyugodtan vegyétek magatokhoz, nézzétek meg, hogy az Isten mit ígér számotokra. Isten áldjon benneteket. Köszönjük szépen a biztatást! 12 óra 30-ra van tervezve, hogy visszaérkezünk. Utána majd egy ebédet közösen elfogyasztunk, úgyhogy senki ne menjen haza. 14 órától egy színdarabot tekinthetünk meg. Ezt követően evangélium üzenetet hallgatunk. Majd bábelőadás lesz, ami nem csak gyerekeknek fog szólni. A mai napunk 16 órakor kezdődő gospel koncerttel fog záródni, amit Szabó Balázs és zenekarral fog majd itt eljátszani. A rendezvény ingyenes, ha támogatni szeretnéd, megteheted az ivópulton kihelyezett gyűjtődobozba. Az elmúlt évekhez hasonlóan segítő szándékkal gyűjtést szervezünk. Az idei kedvezményezettünk Prekop Nolina lesz részére. A regisztrációs sátornál elhelyezett adománydobozba tehetitek meg támogatói szándékotokat, és ott több információt tudtok olvasni Nolina életéről. A felvonulás útvonala Súr, Ácsteszér, Bakony-Szombathely, Réde, és kikanyarodunk a 82-es főútra, Csesznek, Bakony-Oszlop, Dudar, Bakony-Csernye, és visszajövünk Súrra, itt a faluban szeretnénk menni egy kört. Utána visszaérkezünk ide a helyszínre ebédelni. A szeretném kérni mindenkitől, hogy a KRESZ szabálynak betartásával közlekedjünk a felvonulás alatt. Amennyiben lehet, vegyük fel a cipzár alakzatot, és minél tömörebb sorba menjünk, hogy kevesebb forgalmi akadályt jelentsünk az autósoknak. Több elágazóban rendőri kíséret lesz és rendőri biztosítás. Több helyen polgárőrök fognak vigyázni ránk majd az elágazóban. És még az indulásról annyit szeretnék mondani, hogy a polgárőrautó majd megállít a Csatkai utca elején, és megvárja, még mi felsorakozunk,
És az utolsó motor után jön majd a másik polgárőrautó, ő majd jelezni fogja feléje, hogy indulhatunk. A sor végén lesz egy autó, hogyha valakinek esetleg elromlik a motorja, akkor ide visszahozzuk a helyszínre. Tehát bízunk benne, hogy nem lesz erre példa, mert szuper állapotú motorok vannak itt. Ha visszaérkezünk majd, akkor ebéd előtt ismét itt jelentkezni fogok. További kellemes időtöltést kívánunk itt mindenkinek. Ismerkedjetek, beszélgetjetek egymással, és akkor induljunk motorozni. Igazából 11-re van tervezve az indulás, úgyhogy ha készek vagytok rá, akkor öltözködhetünk, és akkor meg is indulhat a menet. Mindenkinek jó utat, széles utat és balesetmentes közlekedést. Minden jót mindenkinek!
Hmm.